Nem tudom, ti hogy vettük, nekem a motto mondhatni, úgyis a minél nagyobb, annál jobb. És nem turbós! És a mai nap az Audiról fogunk beszélgetni. Valójában nem, de arról is. És újra üdvözöllek egy újabb videóban. Igen, a cím után, ahogy el tudtátok dönteni, ez a videó több mint valószínű, nem is az, hogy több mint valószínű, hanem ez a videó 90%-ban csak beszélgetésről fog szólni. És igen, nagyon sok mindenki kérte, és nagyon köszönöm szépen, és ténylegesen úgy élőben, mint kommentekben, és privátban, és mindenhol, hogy akkor egy kicsit beszélgessünk arról, hogy Twin Turbo, Compound Turbo, Biturbo, de szerintem egyszer kezdjük a legalapabb résznél, hogy mi is egy turbo. Na, hát én nektek ebben a videóban millió 100%-ra úgy fogom elmagyarázni, hogy a köznyelven, tehát nem fogok rengeteg szakszót és ilyesmit használni, pont azért, hogy érthető legyen mindenkinek, mert hogyha utána keresel úgymond egy akármilyen fórumon különböző dolgoknál, nem úgy fogod megtalálni, vagy meg ha meg is találod, akkor nagyon furcsa módon fogod megtalálni, és különböző megnevezésekkel, amit nem biztos, hogy megértesz, mert vannak olyanoknál is, hogy én se értek egy-két szót, annak ellenére, hogy ebben a világban vagyok, és napi szinten ebben foglalatoskodom. Úgyhogy kezdjünk is bele. Mivel is kezdünk? Szia, Mira! Szia! Nem játszunk most. Menj a helyedre! Szerintem ez a videó rész még egy jó párszor le fog játszadódni, de nem is probléma. Szóval, kezdjünk neki, hogy mi is a turbo, ugye úgy benzinesen, mint dízelen meg lehet találni mind a két féle turbót. Mira? Mind a kétféle turbót, és miért mondom, hogy mind a kétfélét? Mert hogy létezik kettő darab, és az egyiket nagyon, hát hogy is mondjam, nem is az, hogy szeretik, hanem csak kimondottan dízeleken találhatóak ezek, és a másikok meg feltétlenül nem csak benzinen, hanem mind a kettőn lehet találni. És igen, kettő különböző turbóról beszélgettünk, annak ellenére, hogy lehet, hogy ugyanaz a neve, de mégis kettő különböző. És vágjunk is egyből a közepébe, létezik ez a féle, és ez a féle. Hát, most akkor hogy is kezdjük? Szerintem kezdjük a változó geometriásokkal, nagyon egyszerű, és hogy is mondjarázzam el, ténylegesen egy fontos dolgot lehet tudni róla, ami nagyon-nagyon fontos ehhez képest, hogy ez non-stop levegővel dolgozik, és ez meg elereszti a túlnyomást. És hogy érthető legyen, a változó geometriás turbónál ugye van egy olyan részünk, hogy a belső lapát és a külső lapát. A külső lapát, ami látszik szemmel, és a belső lapát, ami úgymond, hogy is van szépen magyarul, ami változtassa azt, hogy milyen nyomást és hogy mennyi nyomása legyen a turbónak. Fogok kirakni ide kicsi videórészeket és képeket, hogy azért érthető is legyen. És a fix geós, mint ahogy általában szokta mindenki hívni, vagy a vészgétes turbó, az meg egy még egyszerűbb, mert ténylegesen van egy turbótengelyünk, vannak a turbolapátok rajta, és van egy kicsi ajtócskánk, amit a vészgétnek és a túleresztőnek hívjuk. Tehát ez úgy dolgozik, hogy amikor elérte a nyomást, a túlnyomást el is engedte, és ez meg folyamatos levegővel. Ezért is van az, hogy rengetegen és rengeteg autónál jöztek, és rengetegen kérdezték, hogy a változó geometriásra miért nem jó a lefújó szelep. Pont azért, mert itt folyamatos levegő kell, non-stop levegő kell neki, és a vészgétesnél meg nincs szükség erre, mert úgyis a túlnyomást elereszti. Úgyhogy igen, időközben amúgy, hogyha érdekel titeket, hogy mi történt, és amielőtt elmentünk volna Aradra, hát van egy vicces történet. Az udvarról kiparkoltam, minden fasza volt, ténylegesen megmértem, hogy hány lovas, mind már, ameddig vissza fogok jönni a 100-200-as időkkel, csak a dragit be kell még szerezzem, de ez kummadaras után lesz. Az történt, hogy általában, mint mindegyik bajnak a kezdeténél, ugye mindig ezzel kezdődik, és mindig ezzel jön mindenki, hogy úgy sem mered elrugni. Na, hát
De igen, és meg is volt, és ténylegesen nagyon erősen jót ment az autó, na de viszont sajnálatos módra az egyes és a kettős szinkron közé besült a villa, ami úgymond az egyes és a kettes sebességet változtassa, úgyhogy hát ez így csütörtök délután 6 órakor annyira nem esett jól, de megoldottuk, egész éjjel itt voltunk, és sikeresen eljuttunk Aradra, mint ahogy láthattátok a videóban. És szerintem állhatunk is neki a következő résznek. És akkor kezdjünk is bele. Kezdjük a Twin B és a MAS magyar nyelven Iker Turbo, de mi is a különbség, mert ugye rengetegen mindenfélét egybe hoznak, tehát van akinek a biturbo is ugyanaz, mint a Twin Turbo, Iker Turbo, vagy fordítva össze-vissza mindenféleképpen, ami egyáltalán nem helyes megnevezés, mert hogy. Mivel az Iker Turbo a nevében is, hogy Iker, ott úgy is van, hogy kettő egyforma turbóról beszélgetünk, ami különböző módon is fel lehet egy motorra, akár egy V, akár egy sorhat, akár egy V6, V8, tehát itt több különböző motorról is beszélgetünk. Itt az a HS elnevezése az Ikernek, és a HS kifejtése és a felszerelése, mondjuk úgy, hogy a kettő azonos turbóról beszélgetünk, ami például egy sorhatnál 3-3 henger ugyanaz az azonos méretű turbót tölti fel, de ezt rengeteg más V-motornál megtaláljuk, mint akár egy Volkswagen V10-nél, vagy egy Volkswagen V6-nál 4-2 tedei, 5 liter tedei, ezekről beszélgettünk, hogy a V10-nél ugye 5 henger az egyiket, 5 henger a másikat, a V6-nál 3-3, és úgymond ez az Iker Turbo, és ez is a HS megnevezés. És a biturbo, jelzem, ilyenkor az itt Iker Turbohoz még az külön mondandó, hogy egyik a másiknak semmi köze sincsen, tehát olyan szempontból, hogy nem segíti az egyik turbó a másikat sehogy. Csak a külön, a hengerenként, ahogy meghajtsa. A biturbónál viszont itt már teljesen másképp van, mert nem azonos időben, és nem azonos méretű se a turbó. Az nem azonos időben, azt azért mondom, hogy fordulatszám által változik az, hogy akkor melyik turbó, melyik fordulat szakaszba dolgozzon, és általában itt a kettő már egymást úgy elősegíti, hogy van bypass szelep. Ilyent rengeteg BMW-n találunk, például biturbót, ami 2 litertől 3 literig, ami 23D vagy 35D, rengeteg ilyen van. Ilyenkor van egy kisebb turbónk, és van egy nagyobb turbónk. Itt úgy van, hogy is mondjam, a biturbónál, hogy folyamatosan a legalsóbb tartománytól egészen a legmagasabb tartományig lineárisan, tehát folyamatos legyen a töltés, folyamatos legyen a nyomaték, minden, itt arról van szó, hogy a kicsike elkezd dolgozni, van egy bypass szelep, ami átengedi majd a nagyra, és átadja úgymond a dolgát továbbra is, és a nagy befejezi olyan szempontból, hogy egy 1500-as fordulattól már megindul a kicsike, és utána majd 3000-től teszem fel, itt most nem feltétlenül így, de onnan elkezd dolgozni a nagy. Ezt ugye úgy oldották meg, ami tényleg egy vagány dolog, hogy egy bypass szeleppel, hogy az egyik a másikat ne robbantsa fel. Na de végül is nem is erről van szó, hanem az egész videó az ugye a compoundról lenne szó, a compound turbóról, amit ténylegesen jó páron mondtátok, hogy nem tudom, hogy nem értitek azt, hogy mások hogy mondják el, vagy nem értitek egy pontos megnevezést róla. Itt is most a compoundot nagyon tudnánk hasonlítani a biturbóhoz, viszont mégse tudjuk, mert létezik többféle. Tehát a compound turbót nagyon-nagyon rengetegen csinálják, nagyon őrült módra, ilyeneken, hogy 3-4 darab turbót, 5-öt is felraknak, de compound stílusban, nem biturbo stílusban. És hogy mi is a különbség? A compound turbónál 2 darab turbó van, ami az egyik úgymond a high pressure, tehát a magas nyomásunk, és a másik a low pressure, ami az alacsony nyomásunk. Na itt viszont arról van szó a compoundnál, hogy a kicsike és a nagy, az nem úgy van, ahogy a biturbónál, hogy a kicsike kezdi és a nagy befejezi a dolgát, hanem itt a kicsike a nagy nyomással bíró, és a nagy a kis nyomással bíró.
És ilyenkor nincs is baj passzelep. Tehát ez azt jelenti, hogy nem úgy van, hogy a kicsika akkor megkezdi a dolgot, és elviszi egy adott fordulatig, mire menj a hájdra. És a nagy majd befejezi a fordulatszalma, hogy véghez ért, hanem itt a nagy szívja egyszer a levegőt, azt átadja a kicsikére, de a kicsike már időközben a motornak a kipufogó gázával felpörög. Igen, rengeteg videó van és rengeteg féleképpen elmagyarázzak, amúgy egy körülbelüli képet ide most be is rakok, nagyon rengeteg dízelen használják, na de viszont nem az ilyen, mondjam úgy kisebb 1.9-es 2 liter, hanem az amerikaiak nagyon megvannak ezzel bolondulva és rengeteg ilyen nagy detroiti dízelre rakják. Igen, létezik még rengeteg 1.9-es is compound turbóval, és a videó lényege is az, hogy ugye tudjátok jól, hogy a kis piros is compound turbóval lesz, ami most per pillanat a kicsike turbón dolgozik, és ez még egy ilyen kerek hónapot így is fog dolgozni, és utána állunk neki, mert ki szeretném ténylegesen dolgozni azt, hogy hogy fog dolgozni, és hogy minél lennebbről dolgozzon nekem. Na de nagyon átértünk a témától. Vissza a compound turbóra. Itt most, hogy értsétek meg, itt van például most teszem fel a nagy turbó. A nagy turbó az a kinti levegőt beszívja, és a nyomás, amit úgymond beszív, ha nem nyomás, hanem a szívást, azt átviszi a kicsike turbóra, annak a levegő beszívó szájára. És az meg visszaviszi a motorba. Tehát teljesen másképp dolgozik, mint a biturbónál, mert a biturbónál felteszem most a felső részen, a kicsikénél bejön a levegő, reasegít a nagyra, a nagy befejezte és visszament a motorba. Na, itt pont ellentétesen dolgozik, és kicsit érdekes, de itt viszont meg lehet a compound turbót oldani bypass szelep nélkül is, és ezért is hívja a compoundnak, hogy meg lehessen ezt oldani. Tehát ne az legyen, hogy elősegít egyik a másikat, hanem adott ideig dolgozik a magas nyomásunk, és utána reasegít az alacsony nyomásunk. Nem, hogy ugyanazt a szép lineáris folyamatos legyen, hanem eddig dolgozik ez, és utána dolgozik az. Érdekes, viszont szerintem annál érthetőbb lesz majd ez a fogalom, hogy mi a compound turbo, amikor neki fogunk állni, és el tudom kézzelfoghatóan mutatni, hogy akkor hogy mint lesz. Amit még tudnunk kell, ugye, hogy a biturbo és a compound turbo között az van, hogy a biturbót a motor hajtsa, mind a kettő, és a compoundnál meg az úgymond a magas nyomású turbót, tehát a kisebb turbót, azt hajtsa meg a kipufogó gázai, annak a turbónak hajtsa meg a másik turbót. Na várjatok, mert ez összekavarodott egy kicsit. Tegyük fel, itt van a motor. A kicsi turbó rajta van, és a nagy turbó az meg úgy töltődik fel, hogy nem a hengerfej oldalára, a hengerfejre van felfogatódva, hanem a kicsi turbónak a kipufogó fele az jön be arra a részre, ahol szokott lenni a kipufogó leömlő, vagy nem is, hogy mondjam, a kipufogó sor úgy nevezve. Kicsi turbó, kipufogó, ami nem kipufog a levegőbe, hanem úgymond bepufog a nagyobb turbóba, az alacsony nyomásúba, és az hajtsa meg. Igen, hát érdekes ez, és millióféleképpen lehet ezt csinálni. Benzinesnél rengeteget láttam, aki vészgéttel csinálja, sőt, dízelen is láttam, és idén még lesz egy érdekes, az egyik jó ismerősöm, jó barátom is csinál, 2 darab vészgétes turbót hoz össze, csak 1.9-esre hoz motorra, majd lássuk, hogy egy pár szót tudok-e vele szólni, és lássuk, hogy ő elmerje és bemerje mutatni. És én viszont úgy döntöttem, és igen, általában mindig a furcsa és a nehéz dolgot és a nehéz felét választom, mert ugye, ha nem, miért élnénk, hogy a high pressure-ünk, tehát a kicsi turbónk, a magas nyomással, az egy változó geometriás turbó, és az alacsony nyomású turbónk, a nagy turbónk, az egy vészgétes turbó lesz. És hogy miért nem biturbó? Mert ugye elmondva sokkal egyszerűbben dolgozik, stb. Azért, mert amilyen motorvezérlő van ebbe, kellene egy különálló, standalone úgynevezett EQ annak, hogy én tudjam dolgoztatni csak a bypass szelepet, amit
Szerintem nem ér meg, csak annyiért, hogy én most újra kábelezzem és tegyek még egy külön álló motorvázérlőtre, hogy csak annyiért. Mert hogy a saját motorvázérlőjével a Compound Turbót össze lehet hozni, és meg is van a megoldás, és rengeteg mindenkivel beszélgettem volt, aki a turbós világban van, és aki a tuning világban van. Igaz, hogy mondta mindenki, hogy nem egyszerű, és nem a legegyszerűbb lesz, de megoldható. És én úgy döntöttem, hogy azért lesz Compound, és nem B. Az Iker turbót viszont 1.9-es a Shore 4-nél szerintem felejtős, mert most ahogy mondom, hogy 2 darab 22-65 fejrakunk, hogy 2-2 henger hajtsa meg, hát akkor szerintem olyan érzésünk lesz, mintha egy giga mega NASA nagy turbó lenne kevés lóval, mert nem tudom, szerintem megoldható az is, de két Iker turbó az mégsem olyan érdekes. Ilyen kis motorna, nagy motorna, biztos lehet benne egy V6, V8, V10-nél, hogy úgyhogy körülbelül ez. Köszönöm nagyon szépen, hogy megnézted ezt a videót. Remélhetőleg amennyire lehetett érthető voltam, viszont úgyis a Compound Turbóra, mivel hogy mindenki másképp magyarázzál és mindenki másképp csinálja, szerintem akkor lesz igazán érthető a számotokra, amikor dolgozni fogunk rajta és látható is lesz. Mert így oké, és hogy a képek itt vannak, és minden apróság, de úgyse olyan, mint amikor élőben látod. Úgyhogy várlak vissza a csatornára. Köszönöm nagyon szépen, hogy megnézted ezt a videót is. Ezután a videó után, miközben te nézed, mi már Kunmadarason leszünk, és nagyba fogjuk űzni az életet. Úgyhogy az a videót fogod következőre látni. Nagyon-nagyon köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ne felejts el feliratkozni, lájkolni, kommentelni. Oszd meg egy-egy ismerősöddel, hogy ő is tudja megnézni ezt az érdekes beszélgetős videót. Bármilyen kérdésetek van, kommentbe vagy privátba várlak, amennyire tudok segítek. Úgyhogy köszönöm szépen. Találkozunk a következő videóban, és sziasztok!